A Vox Mirabilis kamarakórus koncertjét hallgathatta meg a közönség a Városház téren felállított színpadnál vasárnap este. Az előadás után Székesfehérvár adventi koszorúján a második gyertyát Dózsa István plébános és Lerner Zsolt gyújtották meg. Az alpolgármester elmondta, advent második gyertyája a reményt szimbolizálja. A remény szerinte lehet egy jövőbeli jó cselekedet, amely a hittel jár együtt. Az ember ilyenkor elgondolkodik azon, hogy mit remél. A globusznak, a világnak én azt kívánom, hogy legyen béke. Ember és ember között legyen emberség, illetve legyen békesség. A városunknak azt kívánom, hogy tovább gyarapodjon, tovább fejlődön, városunk közösségének pedig azt kívánom, hogy legyenek boldogok, és legyen egészségünk, és hogy sokat és nagyon sokáig tudjunk így együtt örülni az adventnek. Dózsa István adventi gondolataiban azt hangsúlyozta a remény kapcsán, hogy ha nem egy biztos dologról van szó, akkor benne van a kockázat lehetősége. Advent második vasárnapja számomra azt az üzenetet hozza el, hogy remény, de reményt abban az értelemben, hogy van benne rizikó. Hiszen ha valamiben nincsen rizikó, akkor az nem is remény, ez egy biztos dolog. Advent reménye számra azt jelenti, hogy van ebben egy kis rizikó, hogy vajon karácsony üzenete tényleg eljut-e hozzánk. Advent második vasárnapján a gyertyagyújtás ünnepségét Karamell koncertje zárta. A színpadon a Megasztárban közel 20 évvel ezelőtt feltűnt többszörös fonogramdíjas énekes régebbi és mostani dalaival szórakoztatta a közönséget.